Nem tartanak szentmisét a héten a Sugárúti kápolnában az orgona szútalanítása miatt. Mint arról Szabó Ádám plébános tájékoztatta a híradót, a 80 éves hangszert húsvét után teljesen felújítják, ennek pedig egyik első lépése a hangszer faanyagának kártevőmentesítése. Az eljárás során az élelmiszerek nagyüzemi fertőtlenítésénél alkalmazott gázt használnak, mondta a Kanizsa TV-nek a munkálatokat irányító debreceni Tóth Lajos. Mivel a gáz belégzése káros az egészségre, ezért a templom mától zárva van. Az épületet szombaton teljesen átszellőztetik, így vasárnap már újra várják a szokott miserendben a híveket a kápolnába.